Tisztelt Abasi Akadémia hallgatók, sok szeretettel köszöntöm Önöket az idei első találkozásunkkor, ami még a hideg január miatt nem fizikai jelenléttel történik, hanem videóelőadás formájában, de február közepétől, február 21 étől már jelenléti előadásokat fogunk tartani, amelyről a szervezők Önöket pontosan és időben tájékoztatni fogják. A mai előadásom az szorosan kapcsolódik egy korábbi videó előadásomhoz, ha meg akarják azt a videóelőadást találni, ami szintén a Dabosi senior Akadémia számára készült, a farsangról, a farsang ünnepköréről, jelentőségéről, egyebekről, akkor írják be a Google-be, hogy, hogy Dr. Jászberényi YouTube és farsang, így egymás mellé, és akkor azt a 40 perces videót meg fogják találni. Ezt a videót pont tavaly január 20-a környékén készítettem, tehát pontosan egy évvel ezelőtt, úgyhogy nem éreztem fontosnak azt, hogy az ott szereplő kulturtörténeti összefüggéseket újra elmondjam önöknek, hiszen ugye ezeket már ismerjük, ezeket már láttuk, aki pedig nem, az meg tudja nézni a, a, videótárakból ezt az előadást. Sokkal fontosabbnak láttam azt, hogy amiről ott akkor nem beszéltem, és most érdekes lehet, erről szeretnék önöknek beszélni, és ez mi más, mint a farsangi fánk. De először, ugye ez egyik hát legismertebb magyar étel, tulajdonképpen, a, azonban mielőtt ennek az ismertet befektetésére rátérnék. Elsőként azért nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy beszéljünk arról, hogy most hogy van a farsangi időszak, hiszen ezt tudjuk a farsangról való eddigi generációs tudásunk jó voltából, hogy mindig csúszik, mindig változik a dolog a hangzó szerda időpontja miatt. Az kezdő időpontja az biztos, tehát az mindig ugyanaz, ugye ez január 6-án vízkeresztel kezdődik, még pontosabban a vízkereszt utáni nappal kezdődik, ugye a vízkeresztkor leszedjük a karácsonyfát, tulajdonképpen véget ér a karácsonyi ünnepszakasz, szakasz, és onnantól kezdve kezdődik a farsangi időszak, ami most 2022. március másodikáig tart. Tehát eddig tart a farsangi időszak, ebben az időszakban kötött rendje van minden szokásnak, de ebben az időszakban az ember egy kicsit úgymond elengedi magát, és ennek a része az a csodálatos étkezési kultúra, amit ugye a magyarok kialakítottak, például a farsangi fánknak a, az alkalmazásával. Én ezt a farsangi fánk történetet az egyik legrégebbi magyar szakácskönyvből ismertetem önöknek. Ugye Cifrai István szakácsmester, magyar nemzeti szakácskönyve, magyar gazda asszonyok szükségeire alkalmaztatva, ugye jelent meg immár hatodik kiadásában 1800 40 ben Pesten Vasvári Gyula szakácsmester kiegészítésével. Most itt felmerül a kérdés, hogy mikor, mikor jelent meg ez először, ugye 1816-ban, és az az érdekes, hogy valóban volt egy Cifra István nevű szakácsmester, aki a Nádornak, József Nádornak volt a, volt a szakácsmestere, azonban ezt a szakácskönyvet első kiadásban a CZI monogram jelezte, nem véletlenül, mert egy szöveg István nevű teológus és jogtanácsos, aki nagyon szerette a hasát, és jó barátságban volt Cifraival, gyűjtötte össze ezt a szakácskönyvet. Tehát ez ban ez a kiadás. Pesten az első kiadás, ez tulajdonképpen Szöveg István munkája. Cifrainak annyi volt benne a szerepe, hogy néhány tanácsot, néhány kiegészítést, néhány receptet hozzáadott a történethez, de alapvetően nem volt túl nagy egyéb szerepe benne. Azonban a hagyomány az úgy alakította a történetet, nem véletlenül, hiszen Cifrai egy ismert szakásmester volt, hogy egy idő után hozzá Társították ezt a dolgot, és a harmadik kiadásban már az ő nevével jelent meg, aztán pedig a negyedikben pedig, pedig már, ugye amit mi fogunk itt megnézni, és benne a farsangi fánk és egyéb fánkok receptjeit megnézni, már az ő nevével szerepelt ez a dolog. Na ennyit a, a gasztronómia történeti kitérőről, mert ez talán kevésbé érdekes. Sokkal izgalmasabb az, hogy milyen fajta fánkokat ö, ö, javasol, ö, cifrai, cövek, páros, milyen fánkokat javasol már akkor, 1800-as évek első felében e, milyen fákokat javasol fogyasztásra az embereknek. A farsangi fánk úgy kezdődik az ismertetés, mivel ezen fánk tésztája leginkább csak meleg kemencénél kell meg, ezért egyáltaljában szükséges a lisztet egy nappal a használás előtt fűtött kemencéhez közel tenni, hogy száraz és langyos legyen így három fertáj font szitált lisztet medencébe. Na itt már is megállunk, mert ugye a medencét azt nyilván értjük, hogy valami teknőre gondolhat, de mi az a font, ugye, amit, amit, itt ugye megemlít a szövegben? Egy font az nagyjából a korabeli mértékegységek szerint egy kicsit több, mint fél kiló, tehát ugye három fertáj font liszt, az ugye három negyed font liszt, tehát hogyha kicsit több, mint fél kiló, akkor minden túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy egy olyan 30, de inkább 40 deka, vagy 40 deka lisztet kell egy teknőbe beletenni. Na és akkor folytatom az ismertetést, sózd meg, és adj hozzá egy evőkanál tört cukrot. Ezt értjük. Ugye ez a porcukor és lehet ugye mai néven. Végy azután fél messzej langy tésűrűt, ugye a tésűrű az nem más, mint a tejszín, ugye így nevezték abban az időszakban ezt, de a fél messzejt azt továbbra is meg kell magyarázni, hiszen a messzej az 0,42 liter, tehát egy kicsit kevesebb, mint fél liter a korabeli mértékegység szerint, ez ugye azt jelenti tehát, hogy hogyha fél messzej, akkor ehhez a 30-40 dekaliszthez, ehhez azért egy, egy körülbelül, körülbelül 20 gramnyi, körülbelül, ö, bocsánat, 20, 0,2 liternyi, tehát 2 deci ö, ö, kell hozzáadnunk, ugye, ami azt jelenti, hogy eléggé, elégé ugye nedvessé, nedvessé, kell ezzel a tejsűrűvel, ezzel a tejszínhabbal oldani a lisztünket. Tehát ugye ha nagyon pontosak akarunk lenni a számolásban, akkor egy, egy, egy kettő-egy arányban kell ugye vegyíteni a kettőt egymással. Öt tojás sárgája, ezt nem kell magyaráznom, három lat olvasztott jó vajat vegyünk hozzá, keverjünk hozzá. Hát a lat az 17,5 g, tehát három lat vaj, az tulajdonképpen ugye 30 és 3x7 ugye az 21, tehát azért egy olyan 55 gramnyi vajat kell hozzátenni, hát az ízlés kérdése, hogy ki érzi erősnek, kiérzi kevéssé erősnek, itt azért hozzá kell tegyem, hogy ebben a korban azért ugye házi készítésű vajak voltak, tehát lehetséges, hogy a mai gyári készítésű tejavajakból már egy picit kevesebb is alkalmas, hogy a, azt a recept 10 ugye elérjük a készítéskor. Tehát visszamenvén, hogy mindent értsünk, tehát tégy három fertájfont citát tisztett medencébe, ezt most már tudjuk, hogy mennyi, sózd meg, adj hozzá egy evőkanál törcukrot, vagy porcukrot, ugye, végy azután félmeszelj lány tésűrű, tehát tejszín, öt tojás sárgáját, három lat olvasztott jó vajat, és két evőkanál élesztőt, és habard ezt jól össze Tégy félre a lisztből annyit, amennyi megkívántatik a fánk elkészítéséhez. Ugye hát ez, ez egy nagyon általános mondat, de szerintem értjük, hát ugye hány fánkot szeretnénk készíteni, azt szerint fogjuk ezt ugye elkülöníteni. Ha, ha három ember van összesen, akkor nyilván kevesebbet, ha, ha tíz ember van, akkor többet kell elkülöníteni, hát ennek van egy bizonyos fizikai határa ennek a nem túl nagy mennyiségnek, ami ebből el tud készülni. Mivel nem minden liszt tulajdonsága egyforma, azért jobb belőle valamivel többet félretenni, nehogy igen merev merevény, tehát merev legyen a tészta, hiszen úgy is lehet későbben is hozzáadni, ha szükséges találna lenni. Szűrd által a fejjebbi masszát szitán a medencébe, tehát ebbe a teknőbe, ugye a teknőt nevezi medencének, amiben ugye keverjük a tésztát és készítjük az ételt, e, még ugye sütés előtt, és keverd a lisztel mindaddig, míg le nem válik a tészta a kanáról. S verd fel jól, még akkor is egy-néhány pillantásig. Vigyázz, hogy tésztád igen merevény, tehát ugye megint ez a szó merev ne legyen, ha bár fáradtságos is a kidolgozása. Hintsd meg jól a deszkát tisztel. Ugye milyen régi szokás ez már a 19. század első felében bizonyíthatóan működött. Ted rá a tésztát, és nyújts ki két késfoknyi vastagságúra, hát ez mindenkinek a képzeletére van bízva, és nyomkod ki a fánkokat lisztbe mártott fánk szúróval, ugye, tehát volt egy, egy sajátos fánk amelyik ugye, hát, hát gyakorlatilag ugye ezeket, a, ezeket az elválasztásokat, a tésztából való kivágásokat ugye elvégezte. Ted, megdisztezett kendőn melegkájha mellé, és hagyd megkelni. Még egyszer akkorára kell kelnie, mint amekkorák a formáláskor voltak. Tehát ö, megvan a tészta, a fánk szúróval, a fánk kivágóval, kivágom a megfelelő méreteket, és még hagyom kelni, megdésztett kendő melegkájha mellett, és. Ö, dupla akkorára kell növekedniük ezeknek a kivágott fánk darabkáknak, mint amekkorák voltak akkor, amikor kivágtam őket a tésztából. A tésztát éppen nem szabad merevényebben, merevebben csinálni, mint ahogy előadódott, mert egyébként a fánk nem lesz oly könnyű, bele sok lesz, és az íze sem lesz olyan jó. És a színe sem lesz olyan szép, mint ami ennek lennie kellene. Még arra is vigyáz, hogy a zsír, melyben a fánkot sütöd, igen forró ne legyen. Itt beszeretném fűzni kiegészítésként más olvasmányaimból, hogy természetesen sertés zsírban készül az eredeti farsangi fánk, ez ugye a magyar hagyomány, hát ugye olajról és egyebekről ne is beszéljünk, ezek mind ilyen modern találmányok, de ma már hát természetesen ugye az emberek nagy része olajat használ, mert egészségesebb. Tehát még arra is vigyázz, hogy a zsír, melyben a fánkot sütöd, ilyen forró ne legyen, és hogy a serpenyőt, mihelyt beleraktad a fánkot, azonnal be kell borítani, és befedve kell mindaddig hagyni, míg a fánk egyik oldalán sárgás-barna nem lesz, de azután nem. Ha már mindenfelől jól megsült, vedd ki, tedd itató papíroson szitára, hogy a zsír egészen lefolyék róla, tartsd melegen, s finom cukorral meghintve ad fel az asztalra. Ezen fáknak jó magasnak kell lennie, és fehér pántlikával kell körülvétetnie, hogy ez pontosan mit jelent, ugye ez, ez, nagyon nehezen mondható meg, de én arra gondolok, hogy ugye ahogy sütöm, pont a középső kör az, ami nem sül meg annyira. Tehát egyfajta ilyen kis glória van középen, tehát ezt kell meghagyni. De aki ismer egyébként más változatot, az írja meg nekem. Tehát ha esetleg tényleg valami kis, valami kis zsinórral, vagy valami kis kendővel van megkötve, de ez szerintem inkább erre vonatkozik. És azzal fejezi be, hogy melegített, befőttet is adhatsz hozzá. Tetszésed szerint csészében, tehát már ebben a korban bizonyítható, hogy a fánknak a belső kör részét azt azt megtöltötték, az nem biztos, hogy ki van az a kör, lehet, hogy csak éppen ott van egy picit puhába tészta, és besüpped, de ami a lényeg, hogy már akkoriban is befőttel, felmelegített befőttel, tehát gyümölcs befőtt el, látták el, később már a 20. században kialakul ennek a, ennek a, a lekváros változata, ami nyilván sokkal egyszerűbb. Tartalmaz a szakácskönyv még tejfeles farsangi fánk receptet is, ami a következőképpen hangzik. Véggy egy meszel jó édes langyos tejfelt, most már ugye a, a pontosan tudjuk, hogy mit jelent, ugye a messzej az 0,42 liternyi anyagot jelent, tehát végy egy messzej jó édes langy tejfelt, ugye ezt látjuk, hogy a magyarok már ezt is használják, természetesen adj hozzá 10 tojást, 2 evőkanál élesztőt, egy kanál tört cukrot, és habard el jól az egészet. Tégy 3 messzej finom száraz lisztelmedencébe, sózd meg, szűrd bele a fejjebbi masszát, tehát itt egy nagy adagról van szó, ne igen verd fel a tésztát, tedd meg lisztel deszkára, nyújts ki késfoknyi vastagságúra, és éppen úgy bány vele, mint a dörzsölt fánkkal a következő szám alatt. Na hát milyen a dörzsölt fánk, amivel ugye folytatja az ismertetést, ez a harmadik, amit elmondok önöknek, a dörzsölt farsangi fánk. Dörzsőjel egy font vajat habzásig, ugye ezt is tudjuk már, hogy a font az mennyi, ugye a font kicsit több, mint fél kiló, ugye tehát ezt kell, kell ugye, egy negyed, negyed font, egy negyed fél kiló vajat habzásig eldörzsölni, keverj közibe lassanként egymás után két tojást és nyolc tojás sárgáját. Majd jól elhabarva, végy egy messze egy száraz finom lisztet, sót és tört ezeket az előbbiekkel jól összekevervén tedd a tésztát megdisztezett deszkára, nyújtsd ki két késfoknyi vastagságúra, szurkálj ki belőle közönséges fánkszúróval a fánkokat, tégy tetszésed szerint minden lapra egy kis befőttet, a másik lappal fedd be, szúrd újra a fánkszúróval, tedd megdisztezett kendőre, takard be tiszta kendővel, s hagyd kelni. Süsd meg zsírban szép sárgás barnára, ad fel cukorral meghintva az asztalra. Mi tehát a dörzsölt farsangi fánk? Az a fánk, amit szintén nagyon sokan sütnek önök közül. Ugye ennek az a lényege, hogy a két tészta réteg között van a lekvár, vagy van a befőtt, ugye a 19. század elején ez még befőtt volt, tehát gyümölcs, főzött gyümölcs, később ez ugye a 20. század elejétől már lekvárra változott, ezt hívják ugye mai nyelven töltött Fánnak. No hát azt hiszem, hogy elég részletesen a régi szakácskönyv alapján elmondtam önöknek az 1840-es kiadás alapján, amit ugye a Vasvári Gyula szakácsmester tanításai, tanításai alapján írt meg, írtak, egészítettek ki. Tehát ezek a, a klasszikus farsangi fánk receptek. Egyébként még vannak, vannak fánk receptek, van például egy tolófánk, van például apró tolófánk, van csorogatott fánk, mandola tésztából, amit mandolának írnak még abban az időben, tehát rengeteg változata van, sőt van egy ilyen, hogy csöves fánk is, ez is ugye nagyon, nagyon érdekes, ezeknek is ugye látjuk a, látjuk a receptét, de én ebben az rövid összefoglaló arra szerettem volna törekedni, hogy megmutassam önöknek a három legismertebb fánkot, amit már a 19. század elején is készítettek. Én azt javaslom, hogy akinek van kedve, az készítse el odahaza a dabasi otthonában, vagy aki látja más helyről a videót, az, a, az egy másik otthonban, ahol ugye ott ott, ott él, és szeretne, szeretné farsankor ezt kipróbálni, és természetesen vigyázunk az egészségünkre, tehát ne együk túl magunkat cukros ételről van szó, tehát eleve akik cukrosak, ugye azok nem tudják ezt fogyasztani, de hát a többségnek, azoknak, akik viszont szerencsére nem szenvednek ezzel a problémával, azoknak nagyon-nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok, és nagyon boldog farsangi ünnepeket kívánok mindenkinek, Legyen, legyenek vidámak, legyenek boldogak, mert ez a farsangnak a lényege. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, még egyszer boldog új évet kívánok, és mindenkit a jó Isten áldjon meg! thank you